Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Ungarndeutsche Melodien auf dem Jókai Platz, Platzkonzerte in Fünfkirchen. Püspökvárer Musikabende in Fünfkirchen, deutscher Musiker im ungarischen Bläserquintett. Kulturprogramme Gastronomie, Donauländisches Swish-Festival in Mohács. Das Lena-Haus organisiert seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit der Deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen jeden Sommer Platzkonzerte auf dem Jókai-Platz in Fünfkirchen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Am Wochenende gaben die Schomberger Dorfmusikanten ein Konzert. Die Schomberger Dorfmusikanten beschäftigen sich hauptsächlich mit traditioneller ungarndeutscher Musik. Für die Platzkonzerte haben sie auch solche Stücke für das Publikum vorbereitet. Erfreulicherweise besuchten an diesem Wochenende viele Menschen ihr Konzert. Die Schomberger Dorfmusikanten, die Blaskapelle, wurde in 2003 gegründet. Also wir haben voriges Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir haben in den 20 Jahren sehr viele Musikstücke einstudiert. Wir waren auf sehr vielen Plätzen in In- und Ausland. Wir waren mehrmals in Österreich, in Südtirol. Und wir spielen immer in der Gegend, wo immer ein Fest oder eine Veranstaltung ist. Wir gehen sehr gerne dahin. Die Kapelle, die seit 20 Jahren besteht, versucht neben den traditionellen Stücken auch neue zu lernen, da es sich festgestellt hat, dass die neuen Stücke das Publikum vielleicht besser ansprechen, so Jeanette Blum, Mitglied der Blaskapelle. Wir spielen ungarndeutsche Polkas und Walzer, Ländler, aber wir spielen auch böhmisch-mährische Stücke. Das ist unser Hauptprofil zurzeit, denn da gibt es viel größeren Palette von Stücken, was man spielen kann. Mehr Bravourstücke sind da drin und heutzutage braucht man die mehr auf einer Bühne. Das ist besser für das Publikum. Die ungarndeutschen Stücke sind auch sehr schön, aber man muss ein bisschen auch für das Publikum spielen. Das Orchester besteht hauptsächlich aus jungen Leuten, die sich um das volkstümliche Erbe der Ungarndeutschen kümmern. Seit der Gründung hat das Ensemble zahlreiche Erfolge gefeiert. Im Januar standen sie auch bei der Landesgala der Ungarndeutschen im Kongresszentrum in Budapest auf der Bühne. Wir waren mehrmals beim Wettbewerb des Landesrates. Wir haben mehrmals Gold mit Auszeichnung und Gold bekommen. Und voriges Jahr gab es da auch einen Wettbewerb. Da sind wir zur Landesfinale gekommen und da haben wir haben zwar keinen Gold oder ersten Platz bekommen, aber wir haben die Möglichkeit bekommen, beim Landesgala in Budapest zu spielen im Januar. Und das war uns eine sehr große Ehre, da mitzuspielen. Die Blaskapelle ist bereits mehrmals im Ausland aufgetreten. Zu ihren zukünftigen Plänen gehören die weitere Förderung und Verjüngung des Orchesters. Die fast 30-köpfige Kapelle spielt gerne auf Dorffesten und Veranstaltungen und sie hat auch die Anfragen für die Platzkonzerte gerne angenommen. Wir möchten weiterhin unser Repertoire erweitern im ungarndeutschen Bereich und im im böhmisch-mährischen Bereich. Wir möchten ein bisschen mehr nach Deutschland oder Österreich Auftritte haben, dahin gehen. Aber wir möchten zuerst, dass die Kapelle bleibt und so weitergeht, so in so einer guten Laune weiter existiert. Für junge Menschen ist es von größer Bedeutung, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein. Jeanette Blum sagte, dass sich die Mitglieder des Orchesters nicht nur bei den Proben treffen, sondern auch andere gemeinsame Aktivitäten organisieren. Ihrer Meinung nach ist das sehr wichtig.
Es ist eine sehr gute Gemeinschaft. Wir verbringen Zeit nicht nur bei den Proben und bei den Auftritten. Wir gehen gemeinsam Urlaub machen, wir gehen gemeinsam feiern. Und das ist eine sehr schöne Sache, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können. Das Lena Haus und die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen erwartet auch den ganzen August über im Rahmen der Platzkonzerte das Publikum. Jeden Sonntag können die Interessenten eine andere ungarische Blaskapelle kennenlernen. Die Organisatoren möchten diese Tradition auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Die Püspökvárer Musikabende in Fünfkirchen sind im vollen Gange. Die ungarische Philharmonie lädt traditionell wieder zu Konzerten unter freiem Himmel ein, um die Liebhaber klassischer Musik zu erfreuen. Zuletzt gaben der deutsche Trompeter Uwe Köller und das ungarische Blechbläserquintett ein Konzert auf dem Platz neben dem Dom von Fünfkirchen. Trotz der Hitze war der Platz an der Westseite der Kathedrale von Fünfkirchen um 19 Uhr voll besetzt. Auch die Bühne wurde glücklicherweise von der untergehenden Sonne beschattet. Uwe Köller, der preisgekrönte deutsche Trompeter, wurde von Philharmonie Ungarn eingeladen, um im Rahmen der Püspökvárer Musikabende ein gemeinsames Konzert mit dem ungarischen Blechbläserquintett zu geben. Eine große Freude, eben miteinander zu spielen, weil wir eben gewohnt sind, professionell zu arbeiten und auch in der Kammermusik gemeinsam Erfahrungen haben. Ich habe ja letztes Jahr schon mit einigen Kollegen gespielt in einer größeren Besetzung und das Ensemble an sich spielt ja auch miteinander viele Sachen. Ich bin gewohnt, Kammermusik zu machen mit einer anderen Besetzung. Ich spiele schon seit 30 Jahren bei German Brass. Von daher bin ich gewohnt, auch Blechbläser-Kammermusik zu machen. Und das ist eine große Freude, mit so professionellen Leuten, dann einfach mit so professionellen Kollegen zusammenzuarbeiten. Das ungarische Blechbläser-Quintett besteht aus erfahrenen, preisgekrönten Mitgliedern, die sich zum Ziel gesetzt haben, als fünfköpfige Supergruppe die Blasmusik zu fördern. Balint Keszthelyi und Péter Solymosi spielen die Trompete, Zoltán Szőke das Horn, István Péter Farkas die Posaune und József Bazsinka die Tuba. Er ist derjenige, der das Quintett zusammenbringt. A Magyar Észhúvós Quintett már több mint 30 éve dolgozik együtt. A tagok helyek közel változtak természetesen az elmúlt évtizedek alatt. Az alapító tag viszont a mai napig, hát 74 évesen igaz, de még itt játszik közöttünk, Farkas István Péter az alapító tagja a Magyar Észhúvós Quintettnek. Én körülbelül olyan 25 éve játszom az együttesben, Bazsinka József vagyok az együttes tubása. A trombitásaink tulajdonképpen azért is együttes, mert a trombitások, illetve akár a tubás vagy a kürtös is helyek közel részben alkalomhoz illően változnak. Mind nagyon magasan kvalifikált muzsikusok. Ilyen például Szőke Zoltán, aki a magyar budapesti részhúvós kvintett tagjaként, a Budapesti Fesztivál Zenekar első kürtöse, a Zenakadémia tanára, de helyek közel más kürtösök is fellépnek az együttesben. A mai esfolyamán Solymosi Péter lesz a trombitásunk, aki a Pannonfilharmonikusok első trombitása és a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának a tanára. A mellette levő trombitás Pálfalvi Tamás, aki a Magyar Zenakadémiának a professzora. Szóval nagyon nívós trombitások, Uwe Köller vendégművésszel, és az együttes az elmúlt 30 évben számos helyen turnézott Ázsiától, egész Európán keresztül, mindenhol dolgoztunk, hirdetve a magyar
hát a magyar zene szépségét. A mai napon is lesz egy, mindig játszunk, nagyon sok zenedarabot írnak nekünk. Ma is egy kortárs zeneműnek ősbemutatója lesz, magyar zenemű, Vajda János tollából lesz egy kis torony zene címmel. A Püspöki kertben fog elhangzani az először Magyarországon. Die Beziehung zu dem Gastkünstler besteht schon seit mehreren Jahren, sagte József Pasinka. Régebben is volt a közös koncertünk, hiszen egy növendéke, Keszthelyi Bálint, aki szintén a Pécsi Tudományegyetemnek tanára, vagy tudom, egyetem művészeti karának a tanára, ő volt a növendéke a Gráci Egyetemen, és ő hívta meg. Ismertük az UV-t régről, hiszen a German Brass-nak az első trombitása is. Csodálattal adózunk a tehetség előtt, hogy milyen fantasztikus muzsikus. És nagy örömünkre szolgál, hogy már tavaly is a Barcsi Nemzetközi Részúvós Kamaratábor tanáraként dolgozott velünk, ahol úgymond ez a tanári gárd, aki a ma este folyamán fellép, illetve szerepel a többi hangversenyen is, hát emeli a színvonalat. Úgyhogy a kapcsolat az úgymond több évesre mondható. Die Besucher des letzten Konzerts der von Philharmonia Ungarn organisierten Musikabende auf dem Bischofsplatz wurde mit einem besonderen internationalen Musikerlebnis verwöhnt. Mehr als 100 Kessel mit Fischsuppe und anderen Fischgerichten wurden in diesem Jahr beim Donauländischen Fischfestival in Mohács zubereitet. Neben der Gastronomie stehen bei der Veranstaltung auch ungarndeutsche Traditionen im Mittelpunkt. So gab es tagsüber ein buntes Kulturprogramm. Das zweitägige Festival war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Auch in diesem Jahr durfte das traditionelle Donauländisches Fischfestival in Mohács nicht fehlen, das bereits seit mehreren Jahren Tradition hat. Die Gastronomie ist einer der Schwerpunkte der Veranstaltung und auch dieses Jahr konnte jeder, der wollte, eine Vielzahl von Fischgerichten zubereiten. Most 6. alkalommal tartjuk meg a Dunamenti Hal Fesztivál rendezvényünket. Azt érdemes tudni róla, hogy ez egy gasztrokulturális rendezvény. Tehát ugye a rendezvény egyik ágát a gasztronómia képviseli, ami a Dunamenti Hal ételek készítését jelenti elsősorban. Ugye itt számos baráti társaság, különféle csapat főz együtt egy jó hal ételt, vagy akár süt, ami egy önmagában már egy ilyen csapatépítő jellegű program, ezt nagyon szokták szeretni az emberek. Idén kicsit több mint 100 bográcsban készülnek itt a halételek, és hát ugye azokra is gondolunk, akik nem csak főzni szeretnének, hanem versenyezni is, akik le szeretnék zsűriztetni az ételeiket. Több kategóriában van erre lehetőség, kiváló szakmai zsűri garantálja azt, hogy kellőképpen el lesznek virálva ezek az ételek. Die Straße, die die große und die kleine Bühne miteinander verbindete, beherbergte die Kochbegeistern, die aus dem ganzen Land angereist waren. Több barátom azért mondta le, mert a nagy melegben nem tudtak, nem vállalták, de ezek szerint reméljük, hogy nem fog esni, és egy jó halászét össze fogunk dobni. Ezt egy bajai halmestertől tanultam le ezt a receptet, aki már 50-60 versét megnyert ebben az évben. Most remélem, hogy jó fog sikerülni. Ma ilyen, hát 20-22 fővel jöttünk körülbelül, jelentkezni lehetett, bárkit láttunk szívesen. A lányaink erzsébeti recept alapján főzik a halászlét tésztával, de aki úgy van tészta nélkül szeretné, azt is szívesen látjuk vendégül. Különösebben nagyon nagy hagyománya, mivel nem ilyen folyó mellett fekszünk, mint Mohács, Erzsébeten a halászlének nincs meg, vannak azok az alkalmaink, ugye, amikor a karácsony, húsvét ideje, amikor ezt mindenki asztalára oda kerül. Wer keinen eigenen Topf mitbringen wollte, musste auch nicht hungern, denn die Organisatoren hatten auch an ihn gedacht. Ugye hát sokan vannak olyanok is, akik nem annyira szeretnek kitelepülni és főzőcskélni, de viszont kóstolálnak egy finom halétel. Ezért hoztuk létre néhány évvel ezelőtt a halpontot, úgyhogy erre is tudunk maximálisan lehetőséget biztosítani. Itt mohácsi halászlével, harcsapörköltel,
és különféle sült halakkal készülünk, úgy, mint a sült kárász, a sült bisztráng, illetve a sült süllő. Das Donauländisches Fischfestival will den Menschen nicht nur das Essen, sondern auch die ungarische Kultur näher bringen. Während der zweitägigen Veranstaltung wurden alle Altersgruppen mit bunten Programmen und Darbietungen an mehreren Orten erwartet. A rendezvény másik lábát a kultúra jelenti, nevezetesen a magyarországi németségnek a szokásai, a kultúrája. Ugye két színpadunkon fellépnek a környékből érkező tánccsoportok, különféle zenekarok, illetve a távolabbi környékről is, Zsámbékról érkezik hozzánk például a Lochberg tánccsoport, de jönnek az ország határain túlról is, Ausztriából egy Schuplattler tánccsoport, illetve egy zenekar is, a Juhé Ausztirol zenekar, akik az esti sztárfellépők lesznek, minden bizonnyal egy fergeteges koncertet fognak itt adni. De nyilván a színpadi programok mellett azért mással is készültünk. Itt a mögöttem látható Schwab utcában a környékbeli településeknek a standjait lehet megtekinteni. Legyen szó akár a székelyszabariakról, vagy a nagynyárádi kékvestőkről, illetve számos más településről, akik ide eljöttek hozzánk, és egy kis darabját az ő kultúrájuknak igyekeznek itt bemutatni. Meg hát mi is készültünk egyéb kézművesekkel, mint a kosárfonás hagyomány, a pacskerkötés, tehát ilyesmi standokat is meg lehet itt tekinteni, és nem csak megtekinteni, hanem ki is lehet próbálni ezeket a mesterségeket. És hát a Schwab utcán túl további program elemekkel is készültünk, egyrészt a kicsiknek, a kultúrkikötőben, a arcfestés, egyéb kézműves foglalkozásokkal, valamint népi játékokat is felvonultatunk a selyemgyár udvarán, ahol a kicsit nagyobb gyerekekre is, nekik is igyekeztünk egy kis érdekességet összeállítani, úgy, mint az élőcsocsó, illetve a svörpong bajnokság. Sőt, aki kedvet érez, az egy dunai hajókiránduláson is részt vett, a Mohács egy nevezetű katamaránnal, ez az ország leggyorsabb ilyen típusú hajója egyébként, tehát ott is egy tartalmas órát el lehet tölteni ezen a hajón. Neben dem Fischfestival findet in der Stadt auch andere Nationalitäten Veranstaltungen statt. In Mohács organisiert nicht nur die Deutschen, sondern auch andere Nationalitäten das ganze Jahr über oft Veranstaltungen, sogar gemeinsam. Hát a mi polgármesterünknek volt egy olyan mondása, illetve van, hogy Mohács a nemzetiségek fővárosa, és erre egy kicsit rá is erősít, hogy számos program van itt Mohácson, ami nemzetiségekhez kötődik. Tehát gondolatunk mondjuk a busójárásra, vagy akár a babfőző rendezvényre, dunai mosásra, vagy a szerb bucsúra. Tehát minden nemzetiség igyekszik egy kicsit megmutatni a saját kultúráját, a saját értékeit, és ez azt hiszem, hogy egy nagyon szép dolog, és az, hogy mindenki ezt jó szívvel teszi, és ezek az nemzetiségek egyébként együtt is működnek egymással, tehát vannak közös programjaink is, mint például a Schwab Sokac Bál, hogy egy bál alkalmával felcsendülnek a Schwab, illetve a Sokac dallamok is. Sőt, van egy olyan kezdeményezésünk is, hogy nemzetiségi vásár, ez augusztus 31-én kerül idén megtartásra. Itt az összes mohácsi nemzetiség bemutatja a saját kultúráját, és együtt ünnepelünk gyakorlatilag. De volt egy ilyen is, amit még szabad elmondanom, hogy nemzetiségi vacsora csata, amikor a nemzetiségek járkáltak egymáshoz, és mindig az adott nemzetiség főzött valamit, megmutatta a saját gasztronómiai értékét, és ez is egy nagyon szép, nagyon jól sikerült rendezvénysorozat volt. Das diesjährige Donauländisches Fischfestival in Mohács endete mit einem Straßenball, der Sextettband. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.